Magyar Anna kiskorától kezdve érdeklődött az írás iránt. Először dalszövegeket vetett papírra, majd jöttek a novellák, az első kézirat és végül a versek. Az egyik legismertebb közösségi oldalon publikálta néhány alkotását, amik egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. Az egész úgy kezdődött, hogy volt egy nagyon jó barátnőm, és eldöntöttük, hogy most együtt fogunk regényt írni. Ugyanazok a szereplők, csak megír ő is a saját történetét, meg én is a sajátomat. És igazából így kezdődött egy csomó ideig. Semmit nem fejeztem be, tehát egyik történetet sem fejeztem be. Meg hát nyilván körülbelül olyan voltam, mint egy 9 éves gyerektől el lehet várni. De igazából így kezdődött a versek, meg úgy, hogy úgy döntöttem, hogy ez tök jó ötlet lenne most verseket írni, és akkor verseket írtam. A dal volt a legelső, az volt olyan második utáni nyáron. Nagyon gagyi volt, tényleg egy-két ilyen apró mozzanatra emlékszem, és a fele angol volt, pedig nem beszéltem angolul, csak ez mindenhol, amikor azt hallja az ember. De az egész család nagyon boldog volt, mert azt énekeltem egész nap. A pillanat, amikor alkotásait másoknak is megmutatta, az egyetemi évei alatt jött el. Akkor már kezdte komolyabban menni az íráshoz kapcsolódó szenvedélyét. Ott egy darabig csináltam egy blogot, azt nem bajtam, és ott kezdtem el igazából másoknak, nem csak annak a két-három embernek megmutatni azokat, amiket írok. Meg nem tudom, a gimnázium, ez nagyon ilyen fluktuáló volt igazából, tehát volt, hogy hónapokig nem írtam semmit, aztán írtam két-három verset, megint hónapokig semmit. Az egyetemen kezdett valahogy sokkal rendszeresebb lenni az egész. Hát nyilván ott azért már gyűlt több élettapasztalat, amiből lehetett ihletet meríteni. És igazából akkor mondjuk még inkább csak a versek, tehát akkor csak azt írtam, más nem. Aztán, miután végeztem az egyetemen, akkor megírtam egy egész regényt, tehát egy teljes kész kézirat van ott, meg akkor kezdtem el, akkor elkezdtem gitározni, és akkor elkezdtem a dalszövegeket megint írni, megcsinálni rá éneket, valami nagyon kis könnyű gitárt, amit el tudok játszani. Úgyhogy igazából tényleg az, hogy ott lett, ez egy rendszeres dolog. Tanulmányait és munkáját tekintve az egészségügy keretein belül helyezkedett el. Azt mondja, megnyugtató, hogy van egy stabil végzettsége. Dietetikusként dolgozik, de a szenvedélye mindig is az írás marad. A dietetika egy dolog, amit szeretek, amiből azért valamennyire meg lehet élni, amennyire mondjuk egy egészségügyi dologból, szakmából meg lehet. El vagyok vele, szeretek benne azért fejlődni, de messze nem ez a dolog, ami a legjobban megmozgat, hanem ez mindig az írás, ez mindig is így volt, és ez valószínűleg mindig is így lesz, de hát íróként Magyarországon tényleg megélni, az nem igazán lehetséges, úgymond. Úgyhogy a dietetika egy olyan dolog, amit szeretek csinálni, és amit le tudok tenni, és hazamegyek, és tudok mással foglalkozni, és nem kell otthon görcsölnöm rajta, és tudok azzal foglalkozni, amit tényleg a szívem csücske. A kezdeti próbálkozások végül kifizetődtek. A hosszú munka gyümölcse egy befejezett könyv lett. Igazából ez öt különálló történet, tehát olyan, mint öt novella lenne, csak a szereplők mind ismerik egymást, összefüggnek, időben folytatólagos, és tulajdonképpen ez nagyjából egy ilyen Young Godard regény, tehát, és annak a felső határa, tehát mondjuk ez a 16-tól 20 éves korig körülbelül, és a baráti körnek a problémái dolgozza fel, tehát nyilván szerelem, gyász, étkezési zavarok, bántalmazás, tehát minden, ami... Ugye mindenkinek más a történet, és így viszonylag sokat bele lehetett vinni. Ezt egyébként be is küldtem a könyvműképző kiadónak. Van minden évben egy pályázata, az aranymosás. És oda be is küldtem, és át is jutottam az előszűrőn, ahol végül kiestem azért, mert nem egy teljes összefüggő történet. Tehát hiába függ össze, igazából lehet őket különálló novellaként kezelni, mert öt dramaturgiai van, és nem egy. Úgyhogy azóta írtam még egyet, ahol amúgy majdnem karakterszámra majdnem pont ugyanannyi lett, mint a másik. És az három szemszög, és ott is van három ív, de van egy nagy ív, ami az egészet felöleli. Ezt idén, vagy hát tavaly fejeztem be. De sajnos elmaradt az aranymosás, mert ugye hát a könyvpiac is kicsit megsínlette ezt az egész Covid dolgot, úgyhogy az egyelőre ilyen a fiókban, aztán majd most voltam, a könyvműképzőnek vannak ilyen íróiskolái, ilyen 8-7-es kurzusok, és egy ilyenen részt vettem, meg idén is tervezek egyet, mert Young Godardra szerettem volna menni, az sajnos nem volt, úgyhogy másikra mentem, de idén lesz elvileg, úgyhogy idén tudok rá menni, és hát ott nyilván azért az ember
összeszedt tudást, ma minden jól megy. Igazából ezek olyan dolgok voltak, amikkel tisztában voltam, csak ha nem lép senki az ember sarkára, akkor nem feltétlenül gyakorolja őket. Itt viszont ugye egy szerkesztő olvasta mindent, amit írtunk, és ő ellenőrizte, ő adott visszajelzést, úgyhogy igazából az a tervem, hogy ezt a második kéziratot, ezt az alapján majd kicsit átszabom, meg átnézem, és majd így, ha idén lesz aranymosás, akkor oda beadni, ha nem, akkor pedig nézek más pályázatokat, csak alapvetően a könyvmúj képzőző a legjobban beillik az, amit csinálok. Néhány művész még a hagyományos kézírás részesíti előnyben, a legtöbben viszont már átértek az elektronikai cikkek nyújtotta lehetőségekhez. Általában Anna is modern eszközökhöz folyamodik az írás során. Általában, ha nem regényről van szó, akkor telefonon, mert az, ami mindig nálam, az könnyen elérhető, az gyors, és akkor ezt szoktam számítógépre általában elküldöm magamnak Messengeren, és onnan kimásolgatom. Regényt azt nyilván számítógépen, papíron szinte sosem írok. Nem szeretek, nem írok szépen, sosem írtam szépen. És az a baj, hogy általában sokkal gyorsabban gondolkozom, mint ahogy azt papírra tudnám vetni, úgyhogy a vége egy olvashatatlan. Nagyobb tervei és céljai még megvalósításra várnak, de bizakodó a jövőt illetően. Lezártam a versekbe egy szakaszt egészen 2013-4-től induló szakaszt, így 2020-ba, és azt össze is raktam nagyjából egy kötetté. Úgyhogy most az a tervem, ezeket beküldtem pár kiadóhoz, hát meglátjuk, én nyilván nem adok neki sok esélyt, mert alapvetően szeretik a kiadók, hogyha a folyóiratokban az ember jelen van, én pedig oda nem pályázok sosem, mert én sem olvasok nagyon folyóiratokat, szóval kicsit ilyen visszásnak érezném, ha közben megnyomatnám nekik a dolgaimat. Hogyha nem találok kiadót, akkor pedig az a tervem, hogy ugyancsak így PDF-ben, de hogy interneten terjeszteni az Instagramomon keresztül. A cél az, hogy legyen kiadva valami így kézzelfoghatóba, azt nagyon szeretném egyszer, akár nem, igazából regényt is és verses kötetet is, szóval ne adjuk a láb, ha célokról beszélünk. Ez mondjuk nagy cél. A cél, hogy sokan olvassanak és szeressék, amit csinálok, mert igazából én végső soron két dolog miatt szoktam írni, vagy azért, hogy magamból kiírjak valamit terápiás jelleggel, és ez mondjuk nagyon sokat segít egyébként bizonyos történéseknek a feldolgozásában, vagy azért, hogy másoknak segítsek. Nagyon sokszor írom meg mások történetét, amit ők mondjuk elmesélnek, de nem mindenki bánik annyira jól a szavakkal, hogy tényleg el tudja mondani, vagy másoknak elmesélni, és akkor ezt dolgozom fel igazából. A nagy siker tehát még várat magára, de ilyen kitartás mellett hamarosan megvalósulhat.